Itt láthatok a sportszerű, tiszteletreméltó nemes versengés ábrázoló szobrok. A huligánok verekedése, úgynevezett usztavka nem tartozik ebbe a körbe. Egy városszéli erdős bokros területen vagyunk, békés környezetnek látszik, az is, de nem mindenki így gondol erre, nem mindenki erre használja. A futballcsapatok között a pályán zajlik a küzdelem, de a nézők között, főleg az ultraszurkolói csoportok között is egyfajta harc jelenik meg sokszor. Ellentétes érzelmű szurkolói csoportok előre megbeszélik, hogy hol találkoznak, egyeztetett, viszonylag egyszerű szabályok szerint megküzdenek egymással, verekednek, eszközök nélkül szokott az ilyen csata zajlani. Általában azt is megbeszélik, hogy egy az egyben, vagy pedig többen is egymásra támadhatnak. Attól fontosabb és jelentősebb számukra az usztavka, minél többen vannak egy-egy ilyen csatában. Az ember vagyoni jogairól lemondhat. A életét sértő cselekményekről nem, az életét veszélyeztetőkről viszont bizonyos esetekben igaz, de csak akkor, hogyha ez társadalmilag hasznos célra irányul. Például, hogyha valaki felajánlja a egyik veséjét, akkor valamilyen szinten azért az életét veszélyezteti, de ez egy nemes, társadalmilag hasznos cél. Az viszont, hogy fiatal emberek egymást agyba főbe verik, semmiképpen nem tekintető annak. Ezek a cselekmények azért üldözendők, mert a közbiztonságot, a köznyugalmat veszélyeztetik. Egy egészséges társadalom nem tűrheti, hogy emberek egymást bántalmazzák. A sport és a huliganizmus nem fér össze. A labdarúgás rákfenéjének tekinthető. Szerencsére a többség nem a huligánok pártján áll.